Ötödik és egyben utolsó napom a munkahelyemen. Szerintem, gondolom. Nem tudom, nem azt akarják mimikálni, hogy Five Nights at Freddy's, tudod, 5 nap Freddy-éknél, mint is 5 nap a izébe. Vagy csak hülyeségre gondolok. Csak szétnézek, gyors tudok-e. Mondjuk ebben nem néztem. Baszki, ezt nem néztem meg. Mondjuk az előzőben nem is történt olyan... Ja, de el tudtam volna vinni. I'm a fucking idiot. Na mindegy. Hát már mindenki tudta, hogy idióta vagyok, csak most már legalább kiderült. 100%-ig. Jó, mehetünk, hogy igazából nem kell semmi más. Hűtőből nem kell semmi, mehetünk dolgozni. Most akkor rögtön le fogok menni a csajhoz megnézni. Mert szerintem az időt én triggerölöm tovább. Vagy fingom sincs már, de legalábbis meg akarom próbálni. Hogy lemegyek, beszélgetek vele, és akkor... Két endinget szerintem tudok fixen. Szóval egy endinget nem tudok csak. Amit nem csináltam meg, mert... Vagy nem tudom. Jó, először is a izét akarom. Ezt 197044. Kiveszem. Először lenézek oda. Odája. Így. Várj, a marról rövidebb, nem? Nyissunk már ki mindent, azt szellőztessünk is. Jó, gondoltam, gondoltam. És gondoltam. És akkor erre. Igen. Mondjuk sehol nem rövid az út. Jó, még itt ugye senki nem lesz, se conjuring, se semmi. Nem ez, ez. Jó. És large old key. Igen. És ki fogja nyitni? Igen, de nem tudom kinyitni most. De ott a keze. Nem kell megölni. Nem fog segíteni. Hehehehehe. Nem tudom, meg kéne elvárnom, míg dumál. Most úgy csinálod, mintha nem láttál volna engem. Mondjuk előzőbe kellett volna lejönnöm. Csak azért, mert akkor fixen meg volt a démon. Most csak lehet, hogy fixen nem lesz meg a démon. Nem foglak kiengedni, és ez már megvolt. Jó. Triggereltelek, most már mindegy. Fogd már be! Fulladozol. Ez mi? Ez még több papír. Oh, god damn it. Még több olvasni való, hogy ne tudjam elolvasni. Na mindegy. Jó, ez itt. Mikrózza a táblákat. Jó, te becsuktad, akkor ezek szerint remélem, gondolom triggeröltem. Mert azt mondta a kedves néző, hogy ez is egy ending. Viszont nem tudom, hogy előzőleg triggeröltem, akkor tudom-e újra triggerölni az egészet. Vagy azt már elszalasztottam akkor, amikor először láttam. Lehet, hogy össze-vissza beszélek és nem értitek, sajnálom, de próbálok úgy fogalmazni. Akkor mindegy, akkor fog gyufát gyújtani rá. Ha megvan... De igazából mindenki... Na. Tudom, akkor fog, akkor... Na. Arra jó a gyufa gyújtás, mármint a izé gyújtás, hogyha biztosra akarok menni gyorsan. Mert azt akartam mondani, hogy minek gyújtsam meg, ha a végén úgyis kiderül egy jellel. De... A izé miatt kell. Hogy gyorsabban kiderítsem. De ja, most akkor... Akkor ez nekem csak egy izé. Most azt sem tudom merre. Erre? T betű kunkori farokkal. Volt még más, nem, ez. Jó. Oké, akkor veled haladunk. I don't have my clipboard. Mitől félsz? De hányszor mondod el, asszonyom? Ez így. Clip, megvan. Egy ilyen, egy olyan. Nem tudom, hogy ezt most fölvegyem-e nektek, hogy én nézegetem, meg dumálok közbe. Mondjuk olyannak biztos jó, aki izé... Chest? Chest? A chesten meg se tudom nézni. Így. Hogy jó-e nektek, ha most csak így végig dumálgatom, meg ilyenek. Na már baj van. Még nem történt semmi. Mi nincs? Ja, karokat nem néztem meg.
De még nincs meg minden. Mert itt kihagytam valamit. Formolás. Tehát neked elég sok pajod van. Nem tudom, rajta gyújj csak egy ufát. Ja, meg a izét elfelejtettem megint beírni, na se baj. Ez én stílusom. Úgy baszom el, ahogy akarom. De most legalább látjátok, milyen ügyes vagyok. Mindent elrarmot nem raktam bele. De azon kívül minden. Látjátok, most pikpak! Turbo. Jó, addig megnézem a kártyát. Jó, itt vannak a cuccaim. Oké. 7-23-05. Jó. 7-23-05. Jó, azt nem tudom, hogy azoknak jó a kezembe vannak. Ja nem, mert utána úgyis berakja. Ja igen, papír. Papper. Jó, visszük. Embalming report. Azt gondolom, hogy speedrunolni sem nagyon tudom, mert csak telik az idő. Legalább az egy ending megvan, szóval most itt nem kell szórakoznom. De akkor úgy látszik, és úgy gondolom, minden este nincs egy ending. Az 5 ending van csak, azt... Jaj, megint elpakoltál, bassza meg. Jó, most itt van, látom. Ez megvan, meg a... Ez iCaps. Gondolom, ide alulra pakoltad, mert úgy lenne logikus, nem? Nem. Persze, hogy nem, akkor fölé. Nem, mindent össze-vissza. Gratulálok. Főnök, te vagy a legjobb főnök. Legalább ezt már tudom, hol van. Ez üres, ez PVC tubing. Főni, ez iCaps. Itt van. Miért kell mindent elpakolni? Mindig. Akkor most történhet olyan, bazdmeg ez nem egy végigjátszásos játék szerintem, mert most úgy állok megint, hogy szinte senki nem csinál semmit, és csak abból jövök rá az utolsó jelekből. Másból nem. Szóval most is igazából egyik se csinált semmit. Az a nő semmit nem csinált, tudtom, valami arra utalt volna, hogy ő az kivétel, a jel a kezén. Szóval ja. De mi ez a bleaching agent? Ezt el sem tudom rakni, csak azért van itt, hogy megzavarjon alapból, értem. Most már minden világos. Így. Mit tartottam magamnál, ami foglalta a helyet ennyire? Két kulcs. Előzőleg, na mindegy. Ez is köl. Amúgy nem tudom, hogy mondtam el, de a demóban semmilyet nem kellett csinálni, hogy keresni, kutakodni a jeleket, meg ilyenek, úgyhogy kicsit kalóka a demó. Ott inkább arra játszik a játék, hogy történések vannak, és ennyi. Nem azt, hogy így keresgélni kell, meg az időddel jó bánni. Már nem is tudom, hogy az időmben jól tudok-e bánni. Vagy hogy annyira skriptelt. Mit keresek? Az artery. Ja nem, ezt. Scalpel, szikét. Jó. Így. Artery, PVC tubing, jó. Nem, így, na. Jó. Ja, szét akartam nézni. Addig. Hát, hogy történt valami. Azt nem tudom, szerintem titkos ending meg nincs, az meg kibaszás lenne. Csukjuk már be. Kibaszás lenne, a titkos ending lenne, úgyhogy... hogy hívják? Hogy nem mutatja, nem számolja bele az 5 endingben, hanem van egy másik. Csak értitek, mire gondolok. Most ő sírt. Valamit hallottam, ami nem tetszett. De nem tudom, hogy ő volt-e. Oké, szerintem először befejezlek. Nincs nálam semmi, jó? Nyugodjál le! Ez történt az előbb is, amikor lementem, nem? Amikor lementem a nőhöz, akkor ez történt. Ami azt jelenti... hogy akkor gondolom triggeröltem. Meg ha van még egy izé, jó, akkor az a... Amikor a, ez a kártyapakli megpördintés hang, a hang az azt jelenti, hogy van egy jel valahol. Hát de... Itt. Oké, H betű alulról. Jó. Okidoki. Így, H betű. Jó. Először megcsinálok téged, aztán foglalkozok ezzel a markkal. Ezer voly. Azt láttam én egyáltalán, hol van? Szerintem itt. Ügyes vagyok, megtaláltam rögtön. Popkart azt itt láttam.
Így ezt feltöltöm a pocikáját, addig gondolkozunk hangosan, akkor most egy ending megint megvan. A másik ending az, ha rögtön elégetek valakit. És az utolsó? Az utolsó meg az volt, amikor felgyulladtam és valamit a kezébe kellett volna adnom. Nem? Szerintem de. Valami olyasmi. Mondjuk na nem úgy mondjuk, hanem rengeteget köszönhetek a nézőnek is, aki leírt mindent, hogy hogy kell, meg mit kell. Magamtól biztos, hogy lassabban jöttem volna rá ezerszer. Sőt, nem is biztos, hogy rájöttem volna mindenre. Mert én nem vagyok egy ilyen nagy kedvelője ennek a zsanrának, hogy ugyanazt kell csinálnom, titkosra vadásznom, ilyesmi. Mert a horror, akkor szeretem, hogy azért friss dolgok történnek a játékban, és nem hasonló dolgok, meg ugyanazok, meg videó szempontjából is szerintem szórakoztató, bár embere válogatja. Azt nem mondhatom meg, hogy mások mit kedvelnek, de én kicsivel jobban kedvelem, mint mondjuk egy Outlast. Több dologról lehet beszélni, mint mondjuk itt, hogy keresgélem megint a jeleket. Ja, először be akartam fejezni, aztán megnézni a tabletet. Az ugye először most már csak moisturizer kell, először most már az igen, most már csak moisturizer kell. Aztán nézem. Így neked mindig a szádat, mert olyan vastag nagy szalonna szád van. Nem tudom, megcsípte egy méhecske? Tudom, milyen a fajtája. Fajtája! Burkolt rasszizmus, nem arra gondoltam. Nemzetiségű, akarom mondani. Ne kopogjatok, nem vagyok itthon. Jó. Kunkori meg a H alul. Akkor most már azt csak tudni kell. Oké. Kezdjük ezzel. Nincs, mondjuk elég ha hát nézem. Van. Vagy mondjuk nem. Ebben nincs mind a kettő, ebben van mind a kettő. Szóval először. Fuck! Először ez. Ez a ház. Oké, itt nincs kunkori se a háj, nincs itt, van. Akkor most ezt nem fogom tudni így. Kell egy harmadik jel is. Aha. Hát jó, akkor ezt most egyenlőre nem fogom ilyen könnyen kitalálni. Nem tudom, szerintem... Most gyújj csak rajtad! Nem érdemes így, most meg most jelet se tudom még konkrétan. De akkor van egy ending. De most ott az annak tudtam volna adni valamit, vagy az nem. Na most már nem tudom, hogy kinek adjak mit, még mit adjak kinek. Visszamész helyedre. Következő áldozat, Cox. Abba haltál bele a Coxba? Jel ide. Ez a kurva egér mozgatás. Na, nem tudok itt futni, nem. Jó, nézzük, mi bajod van. Jó lenne hamar tudni, hogy van-e rajta jel. De az később alakul ki. Oké, szeretted a BDS-emet. Nincs ezzel baj. Remélem, hogy nem abba haltál bele. Most unya lenne. Átadom semmi. Azt ezzel is éltem össze, mert nem volt rajta jel, csak ez. Én meg ezt is annak néztem. Úgyhogy lehet, hogy azt néztem be. Vagy hát biztos, hogy azt néztem be, de én azt hittem, hogy az is hozzátartozik, de... De nem. Itt van téves információ. Justin Cox. Így. Age 52. R. Arm. Hát... Arra nyomtam, nem? Ne szórakozz velem, elleg. Mit hagytam ki? Mind a három meg... A port nem rakta bele. Jaj, addig benézek ide. Ide. Semmi. Igazából elég sok izé van arra, hogy kitaláljam, hogy mi a jel. A papírt is megvárhatom, vagy megkereshetem az összes jelet, vagy... vagy ugye leégethetem a hasszőrét. Ha akarom, de nem akarom. Egyenlőre nem. Nem ez, hol van? Itt van fönt. Megint nem fogom megtalálni. Gyorsan? Vagy mi? Így. Puff, puff. Puff, gyorsba. Puff. Puff, és je, puff, és je, puff. Így. There we go. Ügyes kisfiú vagy. Nem is panaszkodsz. Így, puff, puff. All right.
Alright. Igen, most akkor ezt csináljam, ezeket úgy becsuknám szívesen. Meg is tettem. Ez. Most gondolkozom, mert azt nem tudom, hogyha én most ezt megcsinálom, így az utolsó estét is, akkor most kezdhetem az egészet előről, mert hogy törölni kell az összes estét, hogy clear és new shiftbe kezdeni, és akkor minden, még az ending is eltűnik, amelyiket elértem. Vagy nem tudom. Mit keresek? Nem ez, szikét keresek. Szikét meg a... ollót. Nem tudom, mi volt ez a hang. Valaki elment szerintem mellettem, vagy valami. Ma akartál ijeszteni, és nem is láttalak. Észre se vettelek, annyira ignorállak már. Jó, nem ezt akartam. Azt hittem nem indul be. Jó, szétnézünk, bár történés még nem volt. Eltűnt a papír. Most nem tudom, hogy az amit tud, várj. Az amit tudtam volna csinálni. Ez nem tudok semmit csinálni, itt. Azt mondta ending with 6. Most azt várj, the number is ending with 6, hogy 6-ossal kell befejeződnie most. Remélem nem arra gondol, hogy 6 ending van igazából. Lehet, hogy túl sokat látok benne. Meg túl sokat nézek bele az ilyen dolgokba, látok bele a dolgokba, de nem... Nem ez van, csak gondolkozok hangosan. Hát remélem... Remélem, hogy tévedek. Aztán lesz olyan YouTube-on, hogy... OMG! Secret Ending! Ó, persze, hogy nem töltöm tele. Miért tölteném tele? Na, na, így. Ügyesen töltsük fel a pocit. Így is. Meg... így is, jó, nem? De így, igen. Milyen csúnya textúrája van a cicéjének, látjátok? Kicsit se látszik, hogy lovon játszok. Amúgy nem, aztán médiumon. Venni kéne új videókártyát, de ebbe a helyzetbe nem szeretnék. Ebbe az emo helyzetbe. Igen. Nem érdekel a missing person. Nem tűntem el, itt vagyok még. Az beszél, gondolom, aki elesett. Hát ha Amerikában vagyok, akkor drog probléma annyira nem érdekel az embereket. Jó, haladjunk. Na most ugyanaz történik, mint eddig. Mármint úgy értve, hogy... Hát most várj, megint két... Várj, állj, inkább nem mondok semmit. Akkor ezek skriptelve vannak. Most megint azt végig kell néznem, hogy elesik, srác. Igen, ugyanazt kellett végignéznem, úgyhogy ez skriptelt keményen. Ilyen téren. Akkor most ez egy ending lett volna, hogy ott volt a csaj lent, megnéztem, és akkor most gondolom ugyanazok a történések vannak, ami akkor. Gondolom, de most nem emlékszem pontosan, hogy most pont akkor történtek ezek a dolgok, vagy nem. Mi ez? Nem itt van. Ja, nem ott. Ez mi? Beyblade jel. Jó. Akkor haladunk. Akkor az is megvan, téged elintézlek, azt hiszem neked már nem is kell sok minden. Így akkor most már legalább tudom, mert már csak egyet kell kitalálnom, gondolom a izét akartam, mix cleaner. Akkor most meg, ha jó tégetek el, akkor most megvan egy ending. Gondolom. Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy törölnöm kell a endingeimet, hogy előről kezdjem, és úgy legyen meg minden ending, mert az viszont nem tetszene. Kicsit köcsökség lenne. Jó, kitakar... Szerintem csak izélek téged, még letakarítalak a moisturizer paddel, ha tudnám hol van, itt van. És aztán megnézem a tabletot. Szerintem. Rajtad nem látok semmit egyelőre, ami úgy arra utalna így a homlokodat, mert elég nagy. Na, elég, ha ezt csinálom. Nem kell nekem törölgetni, rárakom homlokára. Így. Jó, most megnézzük, akkor Blade, hogy van? For fuck, most már nézhetem meg ezt. Nem tudom, melyik csapkodja. Megint ez?
Előzőleg nem azt csapkodta, akit választottam, vagy de. Na már erre sem emlékszem, vágjátok. Nem mindegy. Igen. T betű, H aló, meg Beyblade. Jó, nézzük. Szerintem nem ezzel kezdem az elejével. Mondjuk ott hasonlított az egyikre. Jó, Kunkori, T, H betű. Nem. Nem, Kunkori T, nem ez a H betű. Nem, két T nem volt benne. Akkor az, ami itt volt, nem? Utoljára. Nem, mert ebben egy másik van. Akkor ez. H alul, igen. Akkor L alulra. H balra. L alulra. Á, na. Á, arra. Ez fölülre. Ez meg ide, ugye? Azt hiszem. TH, igen. De azért megnézem az utolsót hát abba. Van még valami? Nem. 9-es. 3-as nem volt eddig. Meg el, nem. Nem. Akkor gondolom, na jó, de azért megnézem még egyszer utoljára, mert most akkor kapnék egy endinget. Beyblade L, H Kunkori. Beyblade L, H Kunkori, jó. Akkor ez meg is van. Ezt én csuktam be. Persze, mert szeretem a szellőztető a seggem. Nem tudom, hogy őr... Vaj, a nő csukogatta... Na jó, akkor azt kell megnéznem. Még azt nem tudom pontosan, hogy lehet-e kettő ugyanolyan. Szóval, neki is egy ugyanolyan jelenik meg a hasán, meg a másiknak is. Mondjuk időm az van, meg most megcsináltam ezt, amit meg kellett. Úgyhogy most nem igazán vagyok szarba szerintem. Mert időbe lementem. Na azt hittem, hogy utolsó pillanatokban is lesz időm, de nem. Meg ez úgy tűnik, mint a mosolyogna, nem? Túl boldognak tűnik. Nem? Vagy csak tát volna a szája. Nem tudom, de nem tetszik. Jó, szerintem neked már kezdődőleg ja nem először szétnézek. Oké, most megint kaptam egy ilyet. Jó, téves, ez téves, amit én gondoltam, ez csak megtévesztésnek van, hogy itt a Kunkori izé, mert én azt hittem, hogy ez azt a házat jelzi, ami ez. De nem, az csak megtévesztés, jó. Akkor most már ezt tudjuk, abban nem is bízhatok, kész, nem is bízok többet. Oké, ott egy... Jó, ennek is vannak karcolások a kezein, nem is egy. Jó, fiatal voltál, jó. Farmoló szex meg volt. Remélem, hogy ez nem itt volt. Nem tudom, ki kopog. De valaki kopog. Már nem. Vagy valami kopácsol. There we go, látod, már tudjuk is. Ki kopácsol már? Na mindegy. Nem lényeg. Na, ez nem tudom mi volt. Oh shit! Nyugodjon meg, mindjárt végzek. Merre mutogatsz? Te mindig mutogatsz. Nem szeretem, amikor mesztelen srácok... Ma majdnem mesztelen srácok futnak felém. Most már mosolyog. Én úgy látom. Ez nekem egy mosoly. Egy nagy-nagy vigyori mosoly. Ezeket én elteszem. Biztonság kedvéért legyen nálam. Így. Te bocsok, biztos te vagy, de nem tudlak elégetni, mert... Még foglalkoznom kell a hülye testeddel. Ez zavar engem. Nem haladhatok. Oh, ez a head. Kicsit elnyomtam, de szerintem ő az, mert már vigyorgott. Mi az L-arm? L, ez. Meg air shoulder. Jó, azért még gyufát gyújtok alsadon, ha nem baj. Kicsukta bassz az ajtót, na mindegy, úgyis ki kell mennem arra. Gyer ide, kösz. Maradj ott. Jó, hát ez biztos mosolyog. Senki nem mosolyogott még így rám, úgyhogy biztos vagyok benne, felismerem. Embalming report. Jó, nem tudom. Biztos gyújj csak a te hasadon gyors, hogy kiderüljön, de hát... Biztos vagyok benne, hogy te vagy az izé kell, Wireshot-ja meg a izé. Rá se néztem, tudom mi kell, csak...
rutinból nyomok rá. Tehát ha vigyorogsz, most fogom elrontani a vigyorod. Nem? Most már nem fogsz tudni mosolyogni. Így. Kíváncsi lennék, hogy a fejlesztők ezt valósághűre csinálták ezt a részét. Szerintem ez mosolyog. Mármint úgy értve, hogy most bementek egy ilyen balzsamozóba, azt megkérdezték, hogy a francba szokták ezt csinálni. Hát egy videójátékot csinálunk a hullaházokról, gondolok, ki a fene akar hullaházas játékkal játszani. Hát nagyon sokan. Képzelj el. Nagyon sokan, mert milyen játék lesz, horror, ja? Akkor már értjük. Metanol, ok, ez, meg az utolsó, az nem tudom hol van, ott. Csak azért tettem el a cuccaimat, hogy a biztonság kedvéért kell. Hiszen nem fog kelleni. Mert most már ez biztos, hogy megvan. Gondolom biztos, mint majd kiderül. Nem merem még azt mondani, hogy 100%-ig biztos, de reménykedjünk. Igen, meg a tubing, amit már nem tudok hol van. Mégis tudom hol van, hazudtam. Ez. PVC. Más nem kell. Papírom az nincs. Nem is kell. Mégis felvettem egyet. Csak szétnézett, pedig én már biztos vagyok benne, hogy az az lesz, mert ilyen nincs, másik nincs. Azért megnézem még egyszer. Nincs. Akkor jó. Hú, megvan ez. Pia, te vagy? Megnézed magad? Figyeld! Hú, milyen ijesztő, mi? Vagy hogy kapcsoljam már ki, mert nem hallom, mit mondasz. Hehe! Nézd, mi van? Bunkó? Lecsapod mindenhol a villanyt? Na azért. Azt hittem nem is használható. Kicsapta a biztosítékomat. Így, there we go, igen, te vigyorogsz még mindig. Film MTS Reservoir Bag. Így. Szia, megint? Most mindig zaklatni fogsz engem? Anyukádra csapd rá az ajtót. Köcsög. Nem is laksz itt? Fizeted a rezsit, hogy csapkod az ajtót? Na ugye. Bocsok. Jó, ez is meg lesz. Akkor gyújtok gyufát a testén. És akkor az is megvan. Tá. Gondolom. Remélem. De várj, nem ő az utolsó kuncsaftom. Mert amúgy 28 percbe sikerül már szinte mindegyik. Az már rekord. Már megint. Nem tudok elmenni. Nem tudom folytatni. És ha nem akarok, akkor mi van? Na. Jó. Megyek. De ez már volt, főnök. Itt már jártam. Itt talált, de várj. Nem is, valamit nem értek. Most ez triggerölődött, oké. Jó, de hát ez már megvan. Kulcs megvan. Nekem ez csak azért... De most ez hogy kavarodik össze? Mert én már lent voltam. Ezt most... Ha triggeröli, akkor ezt azért triggeröli, mert hogy... Szia! Mert hogy... Ez már megvolt. Ezt most ugyanúgy beadja csak azért, hogy... Valamit összekavarok, de nagyon. Mert hogy most igazából ez már nekem megvan, a kód is megvan, meg minden. Ez itt már nem szükséges, csak a kulcsot megtalálnom. Viszont ezt miért triggeröli, mert ez kéne ahhoz, hogy én megtaláljam a kulcsot lentre. De már megtaláltam, meg triggeröltem, most valami így nincs összeakadva egy kicsit. Igen, az a jel. Jó étvágyat. Oké, az a... Jó, megjegyeztem. Jó, de ezt már láttuk. Így felbukok bele.
Most igazából ugyanazt játssza le, gondolom, akkor is ezt játszotta le, amikor a második részben. Vagy harmadik? Második. Amikor... Lem voltam. Most nem akadt össze valami véletlen, mert én már lem voltam megint. Vagy egyik éjszaka se. Mármint úgy mondom, hogy lem volt... Na, ha csak ezt az egy éjszakát nézzük, akkor én voltam lent. Beszélgettem a nővel. Ami azt jelenti, hogy ezt már nem kellett volna triggerölni, gondolom, mert... Mert megvan már a kulcs. Most lemehetek... Mi a fasz? Lemehetek megint. De most nem lesz itt. De itt van. Persze szóba állni velem nem akar a bunkója. Mindegy, de ez megvan. Ezt már megcsináltam. Szóval ezt, hogy minek triggerölte újra, hogy én nekem szerezem el a kulcs kódját. Hogy lemehessek, amikor már nem voltam. Mert most vagy az van, hogy egyik nap se összeköthető a másikkal. Vagy már teljesen fingom sincs. De már csak mix cleaner kell, az kész vagyok. Ja, meg azt a jelet akartam megnézni, mert még kitakarítom a... Miért? Mi van? Ja, az nekem nem kell most. Túl hamar vettem föl. Akkor most először megnézem, hogy jó izén járok-e. A jó jelnél járok. Gyorsba addig. Melyik jel volt? Melyik jel volt? Vagy melyik ház inkább? Ez. Hát de nekem ez is volt. Mert ez... Nem. Ez volt. Ez. Igen. Akkor jóban vagyok. Még azt meggyújtom, aztán ennyi. És először moisturizer, aztán ennyi. Meggyújtom. De most meg nincs trigger, most meg nincs olyan, hogy haladnom kéne, ezen izélek. Hát nem kell haladnom, nem izél, nem sürget a játék. Jó, hozom a gyújtós, a gyufát azt felszedtem. Nem. Jaj, hagyjál már. De nem akarok kimenni. Csak a gyufáért akartam elmenni. Nem hiányollak. Kés. De már egyszer megkéseltél, mama. Tudod, hogy nem szeretem. A kis vágás, ezt magadon is ejthetnéd. Mi olyan vicces? Meg se érzem, annyiszor leszúrtál, hogy már nem érzem. Már nincsenek érzékelő receptoraim ott, ahol megszúrsz, úgyhogy most már szúrhatsz csomószor. Most elfelejtettem, ja, gyufáért jöttem. Én nem elfelejtettem, mit akartam. Igen, most megint ugyanazok a izék játszódnak le. Szóval ez mondjuk olyan, mint egy purgatory, mint hogy nem tudom, hogy mondják azt magyarul. Hogy a halál és a élet között vagyok. Még úgy is söprögetem, hogy már elrohantam. Jó, gyufa. Igen, ez az. Szóval mehetsz a helyedre. Ja, várjál. Ez kell. Akkor ő megvan, a mark megvan, triggeröltem a dolgokat, amik kellettek, szóval állítólagosan most új endingke. Biztos, hogy te vagy az. Mármint, hogy... Én is voltam biztos benne, azt hiszem rajta volt vágás. Az ő jele van a hasán, meg ő mozdult meg hülyén, meg mosolygott. Ja, mosolygott, igen, a mosoly elárulta, szerintem ő, szerintem mosolygott. Szóval ebbe biztos vagyok, tessék. Ezt becsukom, hogy szép rendezett legyen minden. Így. Szóval remélem új endinget kapok ma, nem, akkor mérges leszek. Remélem. Vagy nem tudom, mindegy, majd kiderül. Nem mondok előre semmit. Most már, mert csak kérdéseim vannak. Ügyes voltam, vagy nem, kiderül. Ha nem ő volt az, akkor mérges leszek, de szerintem ezt most eltaláltam. Most nézzük, hogy új ending lesz-e.
Jó, fehér fény, tök jó. Igen. Na, nagy lélegzetvétel. Igen. Itt vagyok. Nem hiszlek el. Szörnyű, amit csinálsz. Mondtam, hogy el kell fogadnom mindent magaddal. Mint ahogy te is. Ez egy kötelező gonosz. Beteg. Ott van lent. Szenved. Valerie már nincs lent ott. Az már nem Valerie. Már évek óta eltűnt. Ezt nem tudhatod. Ott fog maradni? Nem tudom, hogy mit érezhet. Kínzod őt. Segít túlélni ő lent. A vérével. A vére nélkül ugye nincs semmink. De azt akarod, életben maradj, annak ára van, ez zára. Neked kell döntened, ahogy én is. Életben tartani, azért, hogy kizedjük a vérét, hogy magunkat mentsünk. Nem menthetjük meg, akkor engedd el. Én is használtam őt. De én nem tudtam. Ja, hogy amúgy is használtam a vérét most. Te is a túlélés választottad, mint én. Amúgy hülye ez a Rebecca, azt mondja, az ő nyereségei miatt. Nem ölhetjük meg őt. Ez a legjobb neki, én érzem. De Rebecca az egy kicsit hülye. És nem ő az egyetlen. Mi? Senki nem élte túl. Addig szenvedtek, amíg nem ők önmaguk voltak. Nem engedhettem meg, hogy szenvedjenek. Évekig keresgéltem, hogy visszaállítsam. Csak azt találtam meg, hogy kell megakadályozni. De jobb, mint a semmi, nem? Megöltem mind. Ez egyetlen, amit tehettem. Igen, egy szörny vagyok. De ez megakadályozta, hogy több életet vegyek el. És ezt választanám újra és újra. Több halállal nem tudnék megbarátkozni. Már megbarátkoztam vele. Te döntésed, hogy meg tudsz te is barátkozni vele, vagy nem. Holnap látlak. Na várjál, de mit akartam mondani? Rebecca az... Ja, Rebecca az hülye, azt mondja, hogy a te nyereségeid miatt van ott lent. Milyen nyereség most, komolyan? Ez a... Vagy él, vagy meghal. Ez az élet, az egy nyereség? Nem. Az ember úgy van kitalálva, hogy a túlélésért küzd általában. És igen, a túlélésért csinál ilyet az ember. Nézd meg, mit csinál egy olyan ember, aki nem tud enni. Az se csinál éppen racionális dolgokat. És nem is fog, mert hát ösztönei diktálnak. Most várj, most akkor mennyi ending van meg? Hol van? Hol van? Hol van? Várj, nekem most akkor 1, 2, 3, 4 endingem megvan. Most akkor 4 ending sikerült. Mert... De ez folytatódik Shift 6. Ja, szóval akkor ennek nincs... Gondolom úgy... Vége, hanem tovább és tovább és tovább kell csinálnom. De viszont akkor most az van, hogy ugye triggerölhetem a dolgokat. Oké. Okay. Mert triggeröltem a dolgokat, azt, hogy újra meglássam, hogy elesik a csávó, újra ott volt az anyám, stb. Mamám. És most ugye akkor most így megtaláltam újra, és akkor triggeröltem egy endinget. Viszont hogy triggerölöm azt, hogy megint ott legyek felakasztva? És olyan tudjak adni a kezébe valamit, mert akkor állítólag azt is valahogy kell. És az lenne akkor az utolsó ending. Mert akkor így 4 ending megvan. És az lenne az utolsó. Gondolom. Gondolom az nincs, hogy... De nem. De... Várj, állj. Most... De az... Most valamit nem értek, mert akkor... Az nem egy ending, hogy rögtön berakom és elégetem? Az nem egy ending.
Mert ha az is egy ending, akkor ez is megvan, de akkor azt is, hogy a kezébe kellett volna tennem valamit, az nem egy ending. Most akkor... mennyi? Várjatok. Szóval totálisan 5 ending van. De... akkor ennek a sztorinak nincs vége, úgymond. Mert akkor én ezt megnézem gyors, mert ugye 41 perce megy, én kíváncsi vagyok. Most csak azt csinálom meg, hogy... de várj, 5 true ending. Tehát az is egy ending. Na de várj, megnézem. Na nézzük, mert ez is egy ending, tudtam, hogy csak berakom, azt elégetem. Mert most elégetem csak úgy. Az is egy ending. Mondjuk, ha jót választok, akkor az nem cumi egy kicsit? Bár most... most úgy mondom, mintha én annyira szerencsés lennék. Mint ha tényleg el tudnám, biztos, hogy nem. Igen, mert most gondolom... engem szállt meg. A migrén. Szóval itt akkor nem is, a napok nem összefüggőek igazából. Szóval tök mindegy, egyiket elbaszom, vagy nem. Az csak egy ending. És most engem is bezár. Mert én is meg vagyok szállva. Így. Kaptam egy mizét, teljesítményt, achievementet. Igen. Oké, akkor ez nem egy ending. Jó. De ez is egy ending igazából, csak akkor az utolsó kell, de hogy ezt hogy triggerolom? Na azt nem tudom. Jó, akkor szerintem megpróbálom nektek az utolsó endinget, és viszont állítólag ahhoz szerencse is kell. Gyorsan elmondom, amíg... amíg... úgy hívják lesz. amíg benne leszek a házba. Mert akkor itt le is zárnám, nem akarom azt, hogy egy következő részbe kinyújtani ezt az utolsó endinget, mert láttátok már, hogy mi történik. Mert alapjáraton. Mit akartam? Ja, ez egy coin. Ez hol van? Most nincs itt. Ja, itt. Igen, ez kell, és ez kell. Most ezt nem viszem, én magammal viszem. Mindegy, és annyi a lényeg, hogy ezt föl kell szednem, és ha szerencsém van, triggeröli, hogy ott leszek fölakasztva, ha nincs szerencsém, nem, úgyhogy lehet, hogy nem egyszer kell megcsinálnom. Úgyhogy majd kiderül. Jaj, de ti már csak azt fogjátok látni, meg az elégetést. Más nem, mert már láttátok ezerszer. Úgyhogy... na, akkor még rosszat is választottam. Fuck! Na mindegy, ezt elbasztam, de nem ez a lényeg. Remélem nem az volt, hogy most elbasztam, és azért nem kaptam meg az endinget. Bazd meg. Na, szerintem most se sikerült. De sikerült! Ez az. Na. Nincs semmi baj, béna voltam, megcsúsztam. Elrontottam mindent, nem rontottál semmit. My little girl, don't do this to yourself. Ne csináld ezt magaddal. You've suffered enough. Eleget szenvedtél. You're not like her, Rebecca. Nem olyan vagy, mint az anyád. Your mother. She gave up on life long before she died. Anyád már feladta az életét már azelőtt, mert meghalt. Was the result of choices you should have never been exposed to. You changed your life. Az, ami velem történt, nem kellett volna, hogy influálja őt. Vagy valami ilyesmit. És... nem csináltad ezt magaddal. Ne így emlékezz rám.
Ha mindig újraéled ugyanazt a napot. A legjobb belőlem, legszebb emlékek benned van. Csak nagyon hiányzol. Minden nap. Nem tudom, mit csinálok nélküled. Tudom, hogy nehéz. De tudod, mit kell tenned, vagy hova menned. Már megtaláltad. A lelkek szenvednek, Rebecca. De tudsz segíteni rajtuk. Az élőknek nyugalmat tudsz okozni, a halottaknak meg nyugalmat. Szeretlek. És a bustending. Megkaptuk a bustendinget. Closure. Igen, meg ehhez kapok stáblistát is. Vagy ez csak egy... Ez csak úgy oda írta. Kaptam stáblistát. Na, akkor ez volt teljesen a vége. Ezt végig szívtam, mivel vártam, hogy mikor lesz ott Rebecca felakasztva, de elég lett volna az. Az előzőt is megnyertem volna, ha jót égettem volna el, de megint valamilyen oknál fogva elbasztam. Most tuti biztos voltam, annyi volt, hogy a boncasztalon ráraktam a nyakláncot a csávóra, amikor átváltozott, és igazából ennyit kellett volna csinálni. És meg is volt ez az ending is. Viszont nekem fura, mivel a démonos sztori az egy háttérsztori. Itt a lényeg volt Rebecca és az ő élete, meg az ő emlékei, hogy azok kínoszták. Ez a démon sztori, ez csak egy körítés. A lényeg Rebecca volt. Viszont ez egy kicsit zavar, mert így nincs lényege a démon sztorinak, mert kb. Csak annyi, hogy elengedtük a dolgokat. Oké, de mi van Rebeccával, meg mi van a démonokkal? Mi van Raymonddal? Hogy fogjuk ezt megoldani? Most örökre égessük el ott a hullákat, azt ennyi, minden nap ezt kell csinálgatnom. Életem végéig, mert nem találtunk megoldást rá, de... Oké, hogy ezt... Mert tudom, hogy a démon ezzel kínoszta. És ha nem tudja kínozni, akkor nincs úgy baj, de akkor is el kell égetnem őket minden nap. Szóval ugyanazt kell akkor is csinálnom. Szóval itt nem volt igazából lényege a démonoknak, meg a sztorinak, az én démonomnak volt lényege, hogy engem ez a démon sanyargatott azzal, hogy nem tudtam elengedni ezt az egészet. Ez Rebecca sztoria. Igen, a 21 testet balzsamoztam, de megvan az összes ending. Kicsit csalódás ez így, mert én azt hittem, hogy ennek is lesz lezárása, de lehet, hogy valami DLC-vel próbálkoznak majd, vagy második rész. Erre tudok hirtelen tippelni. Arra, mire volt, az jó volt. Szóval szórakoztató volt, csak így videós szinten. Mondjuk az jó benne, hogy random történnek, annyira nem random történnek a dolgok, mert igazából amit csinálok, az influálja azt, ami történik. De hogy első játszásra, meg másodikra úgy neked még random tűnnek a dolgok, meg videózásból is úgy, vagy csak is videózikról, vagy streamer, annak is úgy random történetnek a dolgok, és megijedhet, stb. Szóval valamennyire újdonság, de úgy a harmadik nap után már, vagy a negyedik nap után már ugyanazt csinálod, már ha olyan segítsége van az embernek, mint nekem volt, a kedves kommentelő, néző, akkor elég könnyen bele tud rázódni a negyedik nap után, és akkor viszont már ugyanazt csinálgatja, csak az endingeket csinálja. Meg azt hittem, hogy összefüggnek a napok, de úgy látszik, hogy nem függnek össze a napok. Mert amikor meghal Raymond, akkor csak egy endinget kaptam, még azt hittem, hogy minden nap összefügg, de nem. Mert én azért gondoltam ezt, mert ugye shift 8, hogy a 8. napom. De ha Raymond meghal, akkor nincs 8. nap. Értitek, szóval ez nekem egy kicsit kavarós volt. Ez bezavart. Jó játék volt, meg én jót szórakoztam vele, bár mondom, én jobban szeretem azt, ahogy bizonyos sztorit követünk. Mert van még a másik fajta, az open, fél open world-es, mint az Evil Within 2. Az is jó, de az meg ne túl akció. Ez meg túl ilyen monotonná válhat egy idő után, meg ugyanazt kell csinálgatnod, meg jeleket megtanulnod, ilyesmit. Ami jó, csak nem annyira nekem való. De szórakoztató, és ajánlom mindenkinek, aki ki akarja próbálni. Viszont a Demon Story az úgy háttérben van söpörve szint. Utána olvashatsz meg minden, de nincs lezárása. Nem fogod kideríteni, vagyis hát én eddig így tudom, hogy nem fogod kideríteni azt,
Hogy állítod meg? Csak a saját történeteted terített ki. És ennyi igazából. De köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett. És köszönöm szépen a sok-sok segítséget, a kedves szavakat a nézőtől. És ennyi. Ja, következőleg majd, nem mondom, hogy mivel folytatjuk, de ha horror, akkor október 28... Gyors megnézem, melyik napra esik egyáltalán, mert már nem tudom. Október 28... Az tökéletes, az egy pénteki nap. Azon a pénteki napon 6 után szerint, nem 6 után, de 6 körül, de akkor stream lesz viszont, ha tudok streamelni. És akkor egy horror játékról, ami akkor jön ki. Remélem, hogy akkor tudok róla. Az lesz a következő horror projekt, de ez így le van zárva. Köszöntöm a figyelmet, sziasztok!